Kedves nézőink, itt a nyár, és annyi érdekes program vár minket. Mi azt szoktuk, hogy összegyűjtjük a különleges helyszíneket, ahova érdemes elmenni, legyen a zenei esemény, vagy valamilyen gálaműsor, vagy egyéb érdekes színpadi előadás. Hát most, ha hiszik, ha nem, az állatkertbe invitáljuk Önöket, hogy mindezt miért és hogyan, hát erről fogok beszélgetni. Itt a stúdióban már itt vár erre a kedves beszélgetésre Hanga Zoltán, az állatkert szóvivője, és szabad elmondani ezt a boldog hírt, amit mi itt meghallottunk? Szabad azt is, igen. Ugyanis fülig ér a szája, mosolyog, mert apuka lett egy bájos kisfiú. Mennyi idős, mekkora? Hát most, mikor beszélgetünk, akkor 2 hetes a kisfiunk, és hát elég nagy babának született. Úgyhogy. Gratulálunk. Köszönjük szívből, szépen. És akkor most már térjünk át a zenés állatkerti estékre, hiszen ez évről évre az egyik legkedveltebb programja a budapestieknek. Hát akik rendszeresen nézik a műsort, azok számára nem jelent azt hiszem újdonságot, hogy az állatkertben zenés esték vannak. De talán azért nem mindenki van ezzel így, mert talán sokaknak, vagy akik most először hallják, hogy csodálkoznak, hogy hát mit keres egy zenés program az állatkertben, de azt el kell mondjam, hogy ez nem újdonság. Tehát amikor az állatkertet megalapították, ugye 1866-ban nyílt meg a mi állatkertünk, a világ egyik legrégebbi állatkertje, már akkor az alapításkor meghatározták, hogy hát mire is lesz jó majd ez az állatkert, és hát persze sok minden volt felsorolva állatokkal, növényekkel, ismeretterjesztéssel, a tudomány művelésével kapcsolatban, de az is szerepelt már az alapításkor a célok között, ahogy akkoriban megfogalmazták, hogy koronként zene hozzájárultával a közönségnek kellemes mulatóhelyet szerezni. Ezt így fogalmazták meg akkoriban. És Pálfék Rudolf adományaképpen már a megnyitáskor volt is egy zenepavilon. Hát az akkori idők ízlésének megfelelően először ott főleg katonazene szólt napközben. Aztán változott az idő, az 1910-es években már inkább a szimfonikus zené volt a főszerep, az állatkertnek volt saját szimfonikus zenekara is abban az időben. Sőt, akik ismerik az LGT-nek a Rádió című slágerét, azok emlékezhetnek arra a dalszövegre, amit ugye a Presszerék énekeltek, hogy hát bizony az állatkertből sugározta az első koncertjét a rádió, mikor a rádiózás létrejött, tehát valóban akkor a rádiózás hőskorában Magyarországon fölvették, és aztán később adásban sugározták azokat a koncerteket, amik az állatkertben akkoriban voltak. És aztán a háború után is az állatkertben volt egy szabadtéri színpad a mai apánkert helyén. Tehát ez működött, ez a dolog. De Angi Csaba, az akkori igazgatónknak persze ezzel az volt a problémája, hogy akkor ezt az 50-es években a Filharmónia vállalat szervezte, és ő aratta le a bevételt, az állatkertnek meg ott maradt, hogy takaríthatta. Igen, és akkor hát ráadásul tényleg ott nem jutott helyik különböző állatkerti funkcióknak, úgyhogy akkor a főigazgatónk azt mondta, hogy jó, akkor ezt szüntessük meg. Csak valahogy aztán később úgy hozta a sors, hogy egy kicsit a fürdővízzel a gyereket is sikerült kijönteni, mert aztán akkor teljesen megszűntek a zenés programok az állatkertben, és aztán professzor dr. Persányi Miklós főigazgatónk, ugye mikor ő az állatkert élére került, akkor hát elégedettnek látta az időt, hogy ezt a hagyományt föléleszik, úgyhogy a 90-es évek közepén már volt, én emlékszem, akkor a Budapesti Fesztivál zenekarnak volt egy nagy sikerű koncertje az állatkertben, és ez nyitotta meg azt, hogy akkor újra legyenek koncertek az állatkertben, és most már, ha jól számolom, a 17. évad abban a formátumban, hogy ez manapság megy ebbe a bizonyos zenés állatkerti esték koncertsorozatba, és az idei évben összesen 8 koncert fér bele ebbe a programsorozatba, amik tulajdonképpen ugye július 4-ével, ez egy szerdai nap, ez a kezdőnapja a dolognak, és augusztus 22-e szintén egy szerdai nap, ez pedig a záró esemény, tehát azt lehet mondani, hogy 8 héten keresztül minden szerda este vannak koncertek az állatkertben. A helyszínre vagyunk kíváncsiak, kik ülnek a ketrecben, a nézők vagy az előadók? Senki nem ül ketrecben, sőt az igazság, hogy az állatok sem, mert nem is olyan régen egy forgatócsoport mondta, hogy hát valamilyen felvételhez, azt hiszem, egy filmet forgattak, kerestek volna helyszínt, és hogy hát valami ketrecet, és hát széttártuk a kezünket, hogy nem tudunk ilyen klasszikus vasarásos ketrecet mutatni, mert nem nagyon maradt már ilyen az állatkertbe, tehát mi azért az átalakulás, ami az elmúlt néhány évtizedben az állatkertünkben megtörtént, egyébként szintén a 90-es évek közepe óta,
Igyekszik a természetes helyhez. Tehát ezek a régi szűkketrecek, ezek már teljesen kikoptak, és inkább tágas, szépen berendezett. Az állatokra jellemző környezetet van. Ráadásul mutatni. A közönségtől is, ahol csak lehet, mondjuk például a páncélüveggel választjuk el. Mondjuk régen az oroszlánokat, persze ők sem vasárcsos ketrecben voltak, de hát egy árok túloldán elég messze voltak most meg. Közelebb, mint most mi ülünk egymáshoz, kerülhetünk az oroszlánokhoz. Persze páncélüveg van az oroszlán meg a közönség között. És hát ez egy egészen... Szabad figyelni az oroszlán. Hát azt azért nem, de minden esetre ez egy komolyabb élményt jelent. Tehát ketrecben nincsen senki, de ezt úgy kell elképzelni, hogy van néhány olyan helyszín, ami alkalmas az állatkerten belül ilyen koncertek megtartására, mert nyilván arra is tekintettel kell lenni, hogy vannak olyan állatok, akik ezt nem szeretik, vannak olyan állatok, akik viszont azt kell mondjam, hogy még érdeklődnek is a koncert iránt. Hát ha elmondhatom a tavalyi élményemet, az valami bűbájos volt. Szaxofon is volt, trombita is volt a színpadon, és bizonyos hangszereket a környékbeli madarak imádtak, és ha az megszólalt, ugyanazon a hangon... Szekundáltak, igen. Igen, úgyhogy egyszerűen mindenki azzal foglalkozott, az előadók is, a nézők is, hogy egy kicsit játszottak velük. Nagyon-nagyon érdekes volt. Igen, ez ilyen improvizatív dolgot is ki lehet hozni belőle, de ugye még van egy ilyen hasonlóan kedves történetem, hogy emlékszem egy koncerten, még a koncert kezdése előtt, mikor már a közönség elfoglalta helyét, és tényleg már az lett volna a következő dolog, hogy na most már akkor a fellépők jönnek fel a színpadra, még Zsiga a pávakakas végig sétált a széksorok között, ugye azon a folyosón, amit középen szabadon hagyva, végig sétált, és akkor a színpad akkor az akkori krokodilháznál volt fölállítva, de még felugrott a korlátra, ott elhelyezkedett, és akkor mondtuk, hogy most már Zsiga is a helyén van, onnan ő is látja, hallja a műsort, úgyhogy akkor el lehet kezdeni. Ja, mostanában az idei koncertek azok a úgynevezett főkapu téren lesznek, ugye az a nagy kiszélesedő térség, ahonnan az átkert séta útjai szétágaznak a főkaputól, de hát belül persze az átkert területén. És ugye ami érdekessége még a koncerteknek, ugye ezek mindig ezeken a szerda estéken 20 óra 30 perckor kezdődnek ugyan, de ez úgy működik, hogy az átkert napközben rendesen nyitva van, aztán ugye bezár este, és aztán 7 órakor újra kinyit már a koncertre érkező közönség előtt. Ez azt jelenti, hogy akkor ott még van egy másfél óra, amikor egy ilyen kellemes esti sétát lehet tenni. Nem mondom, hogy az állatkert minden zuga ekkor bejárható, tehát azért hát még az állatházak már nyilván zárva vannak, de azért gondolom. Sok mindent lehet látni. Tehát egy kellemes esti sétát lehet tenni, úgyhogy még ilyen állatkerti, állatos látnivalók is vannak, és akkor utána elfoglalni a helyet ott a főkapu téren, ahol aztán a koncertek vannak. Én azt hiszem, hogy ez rendkívül érdekes. Nem tudom, hogy említsünk fellépőket, hiszen... Igen, hát változatos igazán. Attól függ, hogy ki mikor néz minket, ugye a fellépők közül van, akinek a fellépése már megvolt, van, akinek még ezután lesz, de ugye a friss vagy az aktuális program minden részlete mindig az átkert honlapján elérhető, de hogy ízelítőként gyorsan elsoroljuk, hogy ugye a Kern András Lövöldetér című produkciójával az a kezdő esemény ennek a koncertsorozatnak ugye július 4-én Hernád Judit és Heili Gábor vendégművészekkel, és aztán ahogy a következő héten megint szerdán, ugye akkor a Budapest Klezmer Band lép fel, aztán rákövetkező hétre a Budapest Jazz Orchestra, egyébként ez egy nagyon izgalmas program lesz, mert Ella Fitzgeraldot, az ő korát is fogják megidézni, Malek Andrea, Nárai Erika és Tóth Vera lesznek egyébként a vendégek, aztán rákövetkező hétre, ez már 7. hó 25-e, akkor Best of Gesti lesz a program, utána egy héttel 30 éves a padödő, ez a címe az előadásnak, természetesen a padödő fog fellépni, aztán a Hard Jazz Band fog augusztus 8-án az Amadinda ütő együttessel föllépni, ez egy különösen izgalmas dolognak ígérkezik, és természetesen a Budapest Bár sem maradhat ki a programból, hiszen ők is, egyébként a Hard Jazz Band is, és még többen évek óta visszatérő fellépünk, úgyhogy ők lesznek majd augusztus közepén, és aztán augusztus 22-én, ahogy mondtam, akkor van az utolsó alkalom, ez is egy szerda, akkor pedig a Madarak házi buli zenekar lép majd föl egy kicsit ilyen, ott igazából állóhelyek lesznek, tehát hogy igazából ez egy ilyen táncos buli lesz, és akkor ezzel zárjuk majd le a zenés állatkerti esték idei szezonját. Van még egy kis időnk, és mindig van valami újdonság. Vannak-e új állatok, vagy akármi, egy új épület? Hát most az az érdekesség az állatkertben, hogyha elmegyünk nem este koncertre, hanem napközben magába az állatkertbe körbenézni, akkor szinte minden zugába az állatkertnek találhatunk kis állatokat. Egy kis elefánt cseperedik, gorillakölyök van, vannak egyébként orángután kölyök is, de ők már egy kicsit idősebbek, de hát azért még mindig gyerekek.
És vannak ilyen különlegesebb, hogy mondjuk sörényes hangyász, hát ott is nem olyan régen született egy kölyök, makiknál is, de madárfiókákat is, tehát ezt hosszan lehetne sorolni, rengeteg kis állat van, tényleg bármerre indulunk el az állatkertbe. Biztos ők is akkor... részt vesznek a lakásprogramban, hogy ennyi kis kicsi hát születik. Minden esetre ez számunkra egy fontos visszajelzés, mert ugye, hogyha jól szaporodó állatok vannak, az általában azért annak a jele, hogy jól is érzik magukat, és hát mi azon dolgozunk, hogy ez minél inkább így legyen, hogy jól érzik magukat, és szaporodjanak is, mert ez nem csak azért fontos, mert az aranyos állatok azok cukik, és a közönség hát örömmel nézi őket, mi magunk is, hanem azért is, mert ezek sok esetben veszélyeztetett fajok, tehát az állatkerti szaporításuk természetvédelmi szempontból is fontos. Úgyhogy a kis állatok az egyik, ami miatt még most érdemes külön is eljönni az állatkertbe, a másik pedig egy új látványosság az úgynevezett hol nem volt vár, hiszen ugye amikor a volt vidámpark területét megörököltük, akkor elmondtuk, hogy hát ott új bemutatóhelyeket fogunk létrehozni, és ezek közül az elsőként átadott, ez a bizonyos hol nem volt vár, ezt már május közepén megnyitottuk a nagy közönség előtt, úgyhogy aki még nem járt, ott érdemes oda is ellátogatni. Ez az, számít? Ez az állatkert új játszóparkja, talán így lehet legjobban kifejezni, mesés állatok, állatos mesék. Az új állatsimogató is itt van, de azért van egy vursli zóna, ami például az egykori vidámparkban, de még előtte meg a vurslinak a részét képező úgynevezett Scheffner-féle körhint, tehát ami 1909 óta működik, azt is most kívül belül teljes körűen felújítottuk, és ezt újra lehet használni, meg megint van kis vonat, ami hát valamikor az angol parkban volt, és egy darabig a vidámpark is megörökölte, de aztán a 60-as években eltűnt, és azóta sincsen, na most újra van. Rengetegféle állat is van ott, és van egy nagyon izgalmas játszóház is, ami a magyar mesék, már olyan mesékre gondolok, hogy mondjuk a Vuk, vagy a Süsű a sárkány, vagy a frak, ezek köré szerveződik a tematikája. Egyébként Csukás István volt a fő tanácsadója ennek az egész dolognak, úgyhogy el lehet képzelni, hogy ez egy nagyon izgalmas dolog. Ez jó, mert a szülőnek is egy kis nosztalgia, a gyereknek pedig Így van, ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert egyébként, ugye hát persze mondjuk én gyerekkoromból ezeket mind jól ismerem, de a mai gyerekek is. És ugye ez azért jó dolog, és az állatkertben mindig erre törekszünk, hogy ez egy családi program legyen, ahol minden korosztály külön-külön is megtalálja a saját számára érdekes dolgot, és akkor együtt vannak közös élményeik. És ez a bizonyos játszóház is ilyen, hiszen olyan mesékről van szó, amelyeket a mai gyerekek is ismerhetnek, de a szüleik is jól ismerik, és ez megint egy közös pont, közös családi időtöltésre ad lehetőséget. Hát nagyon szépen köszönöm, egészen felkeltődött az érdeklődésünk. Önöknek is csak azt tudom mondani, hogy ne teljen úgy el egy nyár, hogy kétszer-háromszor nem mentünk ki az állatkertbe, esténként pedig mindenkit szeretettel várnak, érdemes megnézni a honlapot ezekre a zenés állatkerti estékre. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy itt lehettem!